Így mozgatta meg a nyíregyházi gyerekeket az Alma zenekar vasárnap kora délután. A koncertet ezúttal is a Continental Arénában tartották. Tavaly egy új felállással érkezett az együttes, azóta a három fiú még jobban megtalálta az összhangot, úgy fogalmaztak, maximálisan összeért a zenekar. Készülünk egy nagy országos roadshowra, környezetvédelmi roadshowra, készülünk megújítani a teljes repertoárunkat is, meg hát most jönnek a téli koncertek. Ugye ebbe is belekerülnek nagyon sok, vagy belekerült nagyon sok olyan dal, amely a Mikulás bácsiról szól, a karácsonyról szól, és egyáltalán a télről szól. Az új felállás csak részben volt új. András, a billentyűs, teljesen új tagként csatlakozott a zenekarhoz, azonban Alex, a basszusgitáros, a korábbi években már volt az együttes tagja. Így nem volt nehéz újra magára ölteni az Alma stílust. Én gyakorlatilag olyan 5 éves koromban leragadtam annál a szellemi szintnél, úgyhogy inkább nekem egy indok kellett, amire ráfoghattam, hogy miért viselkedem így. Úgyhogy nekem ez egy ilyen nagyon praktikus dolog volt. Próbálok egy olyan arányt állítani fel az életemben, hogy a szórakozás is meglegyen benne, a művészeti tevékenység is. Az Alma nagyon sok elfoglaltságot jelent, hála Istennek, ezért inkább amellé próbálok egy-egy olyan fellépést szervezni, illetve olyan zenekarokhoz csatlakozni, ha csak alkalmilag is, ami egy kis változatosságot jelent az életembe, de én nagyon örülök neki, hogy ez a fő csapásirány. A fiúk még többet mesélnek, és a koncertből részleteket láthatnak a péntek esti Weekend című műsorunkban.